Thank you.
Thank you.
Nagy szeretettel köszöntjük Önöket a 6. Beketsalja Néptánc találkozón, Néptánc Fesztiválon. Az imént hallott, látott zenekar, a Tücsökraj 2021. januárjától működik, és 2021. januárjában indult be Miklós Károly Parajdi Prímás oktatásával ez a most már zenekar, banda. Közel 20 gyerek jár vonós hangszerek tanulására, tehát hegedűre, brácsára és bőgőre. Úgyhogy a tapsot, amit az imént kaptak, azt megérdemelték. És én nem tapsol, hanem egy egyszerű, kicsi, semmicske idézettel köszöntöm őket, akik az imént muzsikáltak, majd fognak táncolni is. Valamint köszöntöm a gyülekezetet, a közönséget és a táncosokat, résztvevőket. És így hangzik a egyszerű kicsi idézet. Az embernek az ének őrzi az időt, azt tartja számon minden eleinket. Hallgass meg egy semmicske éneket, és szíve járását hallod az időnek. Hallgass meg egy semmicske éneket, és szíve járását hallod az időnek. Kérem, fogadják szeretettel a 6. Beketsalja Fesztivál résztvevőit, de még mielőtt az első táncegyüttest felkonferálnám, megkérem Fülöp László Zsolt, Szováta polgármesterét, hogy köszöntse az egybegyűlteket. Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt. Hát igen, nekünk szovátaiaknak büszkén mondhatjuk, hogy a tücskök október végén is ciripelnek, de ezt szeretném mondani, hogy tanúsíthatom, hogy egész nyáron a hangya szorgalmával tanultak és gyakoroltak ezek a gyerekek, példát mutatva mindnyájunk számára a kitartásból és az ambícióból. Ugyanakkor ezzel alkalommal meg szeretném köszönni az oktatóknak, akik felmerték vállalni, sőt, abban az időben, amikor még a házból sem lehetett kijönni, most már el lehet mondani, hogy meggyőztek mindnyájunkat, hogy igenis el kell kezdeni, és el lehet kezdeni. Minden nehéz időnek egy idő után vége szakad, lehet kezdődik egy nehezebb, de miért egy picit jobb, hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, ami akkor volt, és talán ez a jó az emberi természetben. Szükségünk van arra, hogy ne búslakodjunk a vígságra, a jó kedélyre, mert ez éltet úgy, ahogy az idézetben is hallottuk az imént. Hál' Istennek 2 év után mondhatjuk, hogy úgy az életünk visszatér a normalitásban, és meg tudjuk ünnepelni azokat a előtte rendhagyó módon történő eseményeinket, rendezvényeinket, amelyeket nem is gondoltuk volna, hogy nélkülözni kell, vagy akár az online térbe is meg lehet ünnepelni. Mondom ezt azért, mert a 3 Beketsalja Néptánc találkozó után 2 ugye nem ebbe a teremben történt, de hál' Istennek, hogy most újra együtt lehetünk. A múlt héten a szép korokat köszöntöttük, és büszkeséggel mondhatom, hogy az egész ünnepi sorozat az úgymond házon belül volt előállítva. Jelen volt a Tücsökraj, jelen volt a Sírülők Néptánc Együttes és a Mezőhavas, ugye egy másabb korosztály, és ők adták a kulturális műsort a szép kurak köszöntésére. Mindnyájunkat, akik ott voltunk, büszkeséggel töltött el ez a dolog, és ugyanakkor, akik a televízió képernyőin keresztül láthatták, azok is mind azt mondták, hogy igenis milyen nívós és szép rendezvény volt. Miért mondom ezt? Elhangzott ott, ahogy gyönyörködtünk a táncosokban, hogy igen, mert valamikor hajdanán, szovátán
volt egy Domokos nevű tanítónéni, aki, jó Isten nyugtassa, hogy emlegetjük, belesújkolta az akkori diákokba, a gyerekekbe a néptáncot, a viselet hordását, a népviselet hordását, és hál' Istennek mondhatom, hogy vannak akik követték a pályáját, és így tovább súlykolják a fiatalokba ezeket az értékeket. Meggyőződésem, hogy több értékünk mellett, amely nehézségeken át tud hívelni minket, vagy akár az életünknek érvényt tud adni, az egyik az a hagyományőrzés, a népviselet. Úgy, ahogy ezeket a fiatalokat ma nézzük, díszesebbnél díszesebb népviseletben, a sújtásokban, a színkombinációkban, különböző vidékeknek a viseletében, amilyen büszkén állnak, büszkén járnak, befonott hajjal a lányok, rendbe, úgy, ahogy kell, tartás van. Meggyőződésem, hogy ezeknek a fiataloknak ez egy életiskola, amelyet már nem hiszem, hogy valaha az életben nélkülözni fognak. Ha nem másként, akkor úgy, mint mi, nézőközönségként, de valljuk be őszintén, hogy amikor látjuk, nézzük, magunkévá érezzük, talán úgy nem igazán fér a melkasunkban a szívünk, ezekre a ritmusokra úgy érezzük, hogy akár a házsarkát is fel tudnánk emelni. Hát köszönöm én mindnyájuknak, azoknak, akik a kezdeményezők, azok, akik fáradtságot nem ismerve oktatják, a fiataloknak, akik, habár a kezdet mindig nehéz, de egy idő után, amikor az ember kezd rájönni és kezdi megszeretni, talán nagyobb élvezet, mert rengeteg munka van ebben. A szülőknek, akik támogatják, és mindnyájunknak, amelyek jelen vagyunk és bíztatjuk. Meggyőződésem, hogy amellett, hogy egy színvonalas előadáson veszünk részt, nem csak ma, hanem rendre, talán egy olyan örökséget hagyunk az utókorra, amelyet kaptunk elődeinktől, és kutya kötelességünk, hogy megőrizzük. Úgyhogy én köszönöm mindnyájuknak, a magam részéről, a Szovátai Önkormányzat részéről biztosíthatom, hogy ugyanúgy, ahogy eddig, továbbra is támogatjuk az ilyen és ehhez hasonló rendezvényeket, és kérem azokat, akik a kezdeményezők, hogy rendre kezdeményezzenek, győzzenek meg, hogy tudjunk felzárkozni, hogy hagyjunk igazi értéket az utókornak, a gyerekeinknek, a magyarságnak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azért, hogy Szováta város mindenért azért az emberi és anyagi támogatásért, amelyet felvállalt, és reméljük, hogy ezután is biztosak vagyunk benne, hogy felvállal a kultúra, a népi kultúra támogatásáért. Azért, hogy ilyen sok gyerek és fiatal belenőhet, megélheti ezt a csodát. Nagyon szépen köszönjük, polgármester úr, és hogyha így említette Domokos Ilonka tanítónénit, hát nekem tanítónénim volt. Biztos vagyok benne, hogy az, amit annak idején ő elültetett, az én szívemben is nem hiába van az, hogy most én is igyekszem azt folytatni. Úgyhogy nem volt ez előre tervezve. Kérlek akkor mindannyiatokat, hogy egy pillanatnyi csenddel adózzunk Domokos Ilonka tanítónéni emlékére. Köszönjük szépen mindent, polgármester úr, fogad szeretettel ezt a kis jelképes emléket. Engedjék meg, úgy, ahogy mondta a kolléganő Enikő, tényleg nem volt tervezve. Ez nem az én érdemem, hanem a mi érdemünk, mindnyájunknak, akik jelen vagyunk, akik teszünk érte. Köszönöm szépen ezúton is, Enikő, hogy ezt a szegmenst ilyen szinten viszed a városunkban, és kérek mindenkit, hogy mindenki vállaljon szerepet a maga szegmensében, és így közösen tudunk ehhez és hasonló sikereket elérni, meggyőződésem. Úgyhogy köszönöm.
Kedves közönség, folytatnánk a megkezdett fesztiválunkat. Igazából az imént elhangzottakhoz annyit fűznék hozzá, hogy eszembe jutott egy másik idézet, kedves polgármester úr és kedves városvezetők, és egyúttal az éter hullámain mindazoknak, akik ezt a magyar kultúrának, úgynevezett népi kultúrát támogatják, akár Magyarország kormányán keresztül, kormány által, akár Szovátováros önkormányzat, akár Maros-megye tanácsa, innen az éter hullámain keresztül én papként abban az áldott állapotban vagyok, hogy itt lehetek hol néptáncoktató, hol lelkész a mikrofonok mögött, és olyanokat is mondhatok, amit más nem mondana, de mondom én József Attilának egyik híres idézetét, hogy nekünk a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérünk. Tehát értik, akinek érteni kell. Köszönjük szépen a... Tudom, hogy szereti a helyi vezetőség is a viccet, úgyhogy köszönöm. A következő fellépő az Apró Bekecs tánccsoport lesz. Nyárás Szeredából érkeztek, és ők bukovinai székely táncokat fognak nekünk táncolni, bemutatni. Oktatójuk Nagy Keresztesi Tamási Zsuzsa, ha jó, nem? Köszönjük a helytesítést, itt van a kedves hölgy. És az volt a szokás, a hagyomány, hogy a fesztivál keretén belül mindig egy rövid ismertetővel is elhelyeztük, hogy éppenséggel mit táncolnak a színpadra lépő csoportok. Én csak röviden Bukovina, azt itt Romániában tudjuk, hogy hol van, ugye az Moldvának az északi része, ott valamikor közel hát szűk 200 esztendeig székelyek éltek, 1764-ben a madéfalvi vérengzéskor a katonaság elől, a kötelező katonai behívó és sorozás elől a székelyek egy része, vagy a felcsíki székelyek egy része átmenekül Moldvába, és ott egy Hadik András nevezetű osztrák katonatiszt tábornok összegyűjti, és 5 faluba letelepíti a kimenekülő székelyeket. 1940-ig élnek ott többé-kevésbé folytonosan ebben az 5 faluban Erdélyből kiszökött, kimenekült székelyek, majd 1940-es években egy részüket, nagy részüket betelepítik, áttelepítik az akkori hát Magyarország vagy Magyarország területére, több helyre, tehát Déva, Vajdahunyad, Maros-Tudas, Délvidék. Végül is jelenleg a nagyobb közösségük, csoportjuk Magyarországon él, Pécs környékén vannak letelepedve. Úgyhogy azok a táncok, amelyeket most láthatunk, ezt még Bukovinában őrizték meg, és onnan hozták át. Hát köszönhetően a gyűjtőknek, népzenekutatóknak és néptánckutatóknak egy szép réges szeletét mutatják be annak a gazdag tánckultúrának, amelynek itt mi magyarként részesei vagyunk. Fogadják szeretettel a bukovinai székely táncokat bemutató Apró Bekecset. Thank you.
Következő fellépő a házigazda középcsoport, a sírülők középcsoportja lesz. A sírülők középcsoport Vajda Szent Iványi táncokat fog bemutatni. Vajda Szent Ivány most már az közelebb van hozzánk, hiszen a megyén belül van, Maros megyében van, a Felső Maros vidéke. Egyik leggazdagabb párostánc vidéke a magyar nyelvterületnek, szinte mondhatni, hogy falvanként különbözőképpen táncolnak, szinte alig tudja egyik falu a másik táncában, alig tud érvényesülni. És Vajda Szent Iványt azt is lehet hallani, hogy a forgatós táncok királynője, hiszen nagyon szép, nagyon gazdag páros táncot örökítettek ránk a Vajda Szent Iványiak. Ez alkalommal az általam betanított táncban többnyire Keresztúri Sándor bácsinak a figuráiból tanítottam a gyerekeket, úgyhogy fogadják szeretettel a sírülők középcsoportot, majd a Szent Iványi táncokat fognak bemutatni, kíséri őket az Üver és társaik.
a sirülők középcsoport vagy a Szent Iványi táncai után hazai vizekre evezünk, már ami a táncot illeti, hiszen a következő csoport a Napsugár Néptáncegyüttes Marosvásárhelyről, Füzesi Albert vezetésével és koreográfiájával sóvidéki táncokat fognak bemutatni. Gondolom, hogy megbocsátják nekem, ha nem mutatom be itt most sóvidéket, és csak azt annyit mondok, hogy nézzék árgus szemmel, hiszen önök a sóvidékiek, önök mindig mindent jobban tudnak sóvidék tekintetében, ezért itt most lehet nézni, hogyan táncolják el a sóvidéki táncokat a Napsugár Táncegyüttes. A sóvidéknek több olyan faluja van, amelyik kiváló táncos egyéniségeket adott a magyar tánckultúrának. Pápatakán, Korondon, Parajdról, Sófalvákról ne is beszélve. Úgyhogy most, amit látni fogunk, az sóvidék falvaiból összegyűjtött, összeválogatott anyag lesz, úgyhogy fogadják szeretettel a Napsugár Táncegyüttest, sóvidéki táncokat táncolnak.
tanulok. A számunkra ismerős sóvidéki dallamok után egy innen nézve kicsit idegen világra evezünk, hiszen a következő táncsoport a Serítők, akik Székelyudvarhelyről érkeztek, és oktatójuk Márton Sándor, vezetőjük Fülöp Anna, tyukodi táncokat fognak nekünk bemutatni. Tyukod egy falu, egy gazdag tánc kultúrájú falu Szatmár megyében, magyarországi Szatmár megyében. Egyik érdekesség az Tyukodnak, hogy egyetlen olyan település a magyar nyelv területen, s ha valaki jobban tudja, javítson ki, ha tud még egyet, olyan falu név, amelyik Csé betűvel kezdődik. Tud valaki olyan magyar település nevet, amely Csé betűvel kezdődik Tyukodon kívül? Az egyik primás járatos ebben az etimológiában megmondja, melyik az a Csé betűs. Melyik az? Cseh. Szilágy Cseh. Szilágy Csehbe keressük meg a Csé betűt. Szilágy Cseh. Tehát nincsen. Most nézik a Google-ba, gyorsan megkeresik, hogy van-e. Tehát tyukodi táncokat fognak mutatni. Tyukod Ecsedi láp vidéken van, és két dologról is híres, túl a táncán. Egyik az, hogy van ebben ezen a településen, nem tudom, a koreográfia része-e, van asszonyverbunk, és a másik érdekessége, hogy az Ecsedi lábban élt egy sárkány. És ezt a sárkányt egy Bátori nevezetű opos úriember ölte meg a szájhagyomány szerint, és azóta a Bátoriak címerében egy három sárkányfog azért van benne. De azt mondja a hagyomány, hogy 1900-as, 50-es években még volt olyan tyukodi vadász, aki a ecsedi mocsárvilágban, a lápvilágban látta ezt a sárkányt, és sőt, rá is lőtt. Úgyhogy ilyen sárkányos menyecskék vannak azon a vidéken, Tyukod környékén. Gondolom a tánc is egy ilyen lendületes, virtusos. Egy jó világ ez, Szatmár tőlünk messze van, de nagyon szeretjük ezt a vidéket is, úgyhogy fogadják szeretettel a Serítők táncegyüttest. Tyukodi táncokat mutatnak be Szatmár vidékéről. Thank you.
az este utolsó fellépőjéhez érkeztünk. A sírülők táncsoportnak az úttörő, vagy haladó csoportja, vagy a régi csoportja. Még mielőtt rátérnék a csoportra és a fellépés nevére, vagy a tánc vidékre, szeretném elmondani, hogy az esemény, ez a rendezvény nem jöhetett volna létre. Az edukációs síl, a Maros megye tanácsa partnersége nélkül, valamint a támogatók nélkül, úgy, mint Maros megye tanácsa, Szováta város önkormányzata, valamint a Csóri Sándor alap. Köszönjük mindezen támogatóknak, intézményeknek, pályáztatóknak a támogatást, amellyel úgy ezt a rendezvényt, mint az egész évi oktatást, zene és táncoktatást támogatják. A következő fellépő az a házigazda csoport, a sírülők táncegyüttes, akik haranglábi táncokat fognak bemutatni. Harangláb az a falu, ahol személyes kötődéseim vannak. Ebben a faluban kezdtem a lelkészi pályafutásomat, és az ott eltöltött évek határozták meg, úgy érzem, sok tekintetben az életemet. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm a figyelmet. És innen fakadólag a viszonyulásom egy kicsit mondhatni személyesebb, mint sok-sok más tájegységhez. És a következő táncok, amit bemutatnak, haranglábról magyar és román táncok is lesznek. Érdekesség ennek a magyar és román viszonynak, hogy az elmúlt százesztendőben a viszonyulásunk megváltozott. De akkor, amikor ott él az ember, akkor sok mindent megtapasztal. Én egy székelyföldi ember vagyok, székelypapként kerültem egy küküllői, vármegyei magyar településre, vagy vegyes lakosságú településre, ahol elmondták, hogy 1990-ig, fekete márciusig semmi gond nem volt a két nemzetiséggel, egymás között a faluban, együtt táncoltak, egymásnak a mulatságaiba eljártak, sőt, 1990-es gyűjtéseken, a felvételeken tényleg látható, hogy magyarok is, románok is, sőt, a végén majd a cigánzenészek is táncolnak, és nem csak a gyűjtő kedvéért, hanem egyáltalán ez közöttük nem volt semmiféle etnikai színezete. Addig, amíg az összeugrasztás meg nem történt Marosvásárhelyen. Másfelől azt is jó elmondani, hogy nekünk magyaroknak sok olyan táncunk van, amelyet szívesen azt mondjuk, hogy nem a miénk, mert éppenséggel egy másik etnikum táncolja a Kárpát-medencén belül, tudni kell, és itt a következő koreográfia, a zenéje is ugyanezt bizonyítja, hogy addig, amíg a táncot, amely alatt a zene szól, a románok forgatós tánca alatt levő zenének, a románok nem tudnak szöveget haranglábon. Viszont a környékbeli magyar falvakban szép magyar szövege van. Azt is tudni kell, hogy az a tánc, amit ők táncolnak, az a forgatós tánc ugyanaz, mint amit a Sóvidéken táncolnak, az egész Székelyföldön táncolunk, mi is úgy mondjuk, hogy forgatós, vagy marosszéki, kinek hogy tetszik. Gyakorlatilag ez ugyanaz a tánc, csak Erdély bizonyos vidékein a románság megőrizte egészen a gyűjtés idejéig, tehát addig, amíg a videokamerás gyűjtések ideje elérkezett. Úgyhogy ezt érdemes úgy figyelemmel kísérni az ilyen táncokat, a színpadon látottakat, hogy mindegyiket a maga helyén kezeljük. Azt is tudni kell, hogy a Kárpát-medencében a páros táncoknak az irányultságát a kultúraadó nép, nemzet a magyar volt, hiszen most is mi vagyunk a legtöbben a Kárpát-medencében. Tehát a táncoknak a divatját, amelyek többnyire nyugatról, északról és délről is érkeztek, lényegét tekintve a páros táncok divatját többé-kevésbé mi magyarok határoztuk meg. Tehát azok a népek, amelyek itt élnek a Kárpát-medencében, szlovákok, románok, cigányok és egyéb nemzetiségűek, a páros táncaikban, ha nagyon-nagyon szabadon kezelem a kifejezést, akkor gyakorlatilag mind magyar, úgymond magyar táncot táncolnak. Hiszen ha valaki megnézi a Kárpátokon túli, északra vagy délre vagy keletre tekintünk, észreveszünk, hogy óriási különbség van az ott ismert és használt táncokat illetően. Tehát addig, amíg itt együtt éltek ezek a népek, egymással hatottak zeneileg táncaikban, addig nehéz eldöntenie még a szakembernek is, hogy meddig tart
úgymond a magyar, és meddig tart a román, vagy a cigán, vagy valami. Ezt jó példázza a következő koreográfia is, tehát ismétlem harangnábi magyar és román táncokat fognak látni. Kísér az üvegzenekar.
Tüver zenekarnak Barti Zoltán, Kicsi, Ficus László, György Attila és Kostyák Mártonnak, akik a talpalávalót biztosították a fellépéseken és a táncházban is, ugyanis egy kicsi szervezési kérdést szeretnék mindenkinek elmondani. A következőkben közös vacsora lesz itt a szomszédos kantinnak az épületében, és utána táncház. Mivel egyszerre fele fér el ennek a, hál' Istennek, népes csapatnak, ezért arra kérem majd a Tücsök Rajt, az Apró Bekest és a Sirülők középcsoportját, hogy átöltözés után ők mennek, és a zenészek természetesen, hogy érjenek vissza a táncházra, és utána pedig a nagyobbak 8:30-re a Napsugár, a Serítők és a Sirülők nagy csoportja. És addig is egy kis meglepetést tartogattunk a kis teremben. Hát az elmúlt 7 évre való kis visszatekintő szülők is megtekinthetik, táncosok, hogy fogadjátok azt is szeretettel, és a táncházba pedig mindenkit viszont várunk. További szép estét mindenkinek! Az év, hogyha mondhatjuk így, akkor a legfontosabb eseményén vagyunk, és 6. alkalommal szervezitek meg a Bekets Ranya Néptánc találkozót. Igen, nagy örömünkre van lehetőség most fizikailag is megszervezni. 2017-ben volt az első Bekets Ranya Néptánc találkozó, azóta ez a 6., azt is elmondom, hogy 2 évben online volt csak lehetőség megvalósítani. Az idén 6. alkalommal olyan csapatokat hívtunk meg, akikkel közös tevékenységek vagy baráti kapcsolat alakult ki az évek során. Így hívtuk meg az idén a Székelyudvarhelyi Serítő Néptánc Együttest, Nyárádszeredából az Apró Bekecs Néptánc Együttest, valamint Marosvásárhelyi Napsugár Néptánc Együttest. Emellett a Sirülőknek a 2 csoportját láthatjuk, és a Tücsök Raj Népzenekart. Mondhatjuk, hogy számotokra talán ez az év legfontosabb eseménye, mivel ez a saját rendezvényetek. Igen, saját kezdeményezésből, saját ötletként jött létre, pontosan azért, hogy kapcsolatteremtés lehetőséget, egymástól való tanulás lehetőséget biztosítsuk gyerekek, fiatalok, ugyanakkor az oktatók számára is. Ugyanakkor fontosnak tartjuk azt is, hogy amit az év során megtanulnak a gyerekek, fiatalok, akkor azt bemutathassák a nagyobb közönségnek is. És mivel általában minden együttes más-más tájegység táncával jön, ezért a nagy közönség is egy kicsit szélesebb skálában is megláthatja, megcsodálhatja az erdélyi néptáncokat. Sirülőktől mit láthatunk a mai nap folyamán? A középcsoport vajdaszentiványi táncokat ad elő, a nagy csoport pedig haranglábi magyar és román táncokat. A rendezvény a Maros megyei tanács partnerségében, valamint az edukációs éllel való együttműködésben valósul meg. Kérem, egy picit röviden meséljen arról, hogy mióta vezeti a Napsugarat. Hát a Napsugár együttes az 1995-ben alakult, a Maros Művész Együttes utánpótlás csoportjaként, és hát azóta most már lassan 27. éve működik megszakítás nélkül. Kezdetektől ön a vezetője? Igen, Jánosi József koreográfus kollégámmal találtuk ki, hogy legyen egy ilyen ifjúsági együttese is a Maros Művész Együttesnek, azért, hogy a táncos pótlást, a folytonosságot tudjuk folyamatosan megtartani, és ne küszködjünk táncos hiánnyal. Jelenleg hány tagja van, illetve csak marosvásárhelyi fiatalokról beszélünk, vagy marosvásárhelyi és környékiekről? Hát Szovátáról is vannak most már táncosaink, 3 fiatal is, nem csak Marosvásárhelyről, hanem a környező falvak. Tehát mondhatom azt, hogy a 20-25 kilométeres körzetből jönnek hozzánk táncosok, 8 évestől 18 éves korosztályig foglaljuk össze. Az azt jelenti, hogy 3 korcsoportban dolgozunk, 8-12, 12-16 és 16-18 éves, plusz vannak páran egyetemisták is. Ma melyik csoport lép színpadra, illetve milyen táncokat fognak előadni? Ma egy összevont csapatot hoztunk, a középcsoportunkat és a nagycsoportunkat hoztak, ugyanis a nagycsoportunk most már szépen lassan egy részéből hivatásos táncosok lettek ősztől, tavaly, nem is ősztől, hanem a nyártól,
ahogy elmentek érettségizni, érettség után 6 táncosunk került a Maros Művészeti Ütéshez most, és akkor kevesen maradtak, ezért most azon dolgozunk, hogy a 2 csoportból kovácsolunk egyet. Most egy ilyen összevont csapatot hoztunk, és sóvidéki táncokat fognak bemutatni.